Újoncként a feljutást kiharcoló edző Tivadar András irányításával vágott neki a megyei első osztályú bajnokságnak a Vásárosneményi futballcsapat. Az őszi szereplés messze nem úgy alakult, ahogyan azt a vezetők és a szurkolók elképzelték, a bajnokság első szakaszát követően sokan biztos kiesőnek könyvelték el a Naményt. A téli szünetben aztán érkezett Farkas Béla, aki 20 év után tért vissza korábbi sikerei színhelyére, és vele tavasszal szárnyalni kezdett a csapat. A Vásárosnemény végül 12 győzelemmel, 2 döntetlennel és 14 vereséggel a 8. helyen zárta a szezont. Az elnökség és a közönség óriási munkát végzett a háttérben, de nyilván a legtöbb pontot a csapat tette hozzá. Köszönet jár nyilván Farkas Béla edzőnek, aki fél évkor bevállalta azt, hogy egy utolsó helyen 7 ponttal tanyázó csapatot átvesz. Ugye a szakói kizárását követően az utolsó helyre kerültünk, és ez még 3 pontunkba is került, így maradt 7 pontunk a végére. Egy nagyon komoly tavasz produkálta a csapat fegyelemben, hozzáállásban, mentálisan több volt ez a csapat így, és ez azt jelenti, hogy 31 pontot szereztünk, így a 31 meg 7, 38 pontunkkal a megyei első osztályban stabilan bent maradtunk a 8. helyen. Meg kell említenem azt, hogy az ifi csapatunk is nagyon jól szerepelt, a 7. helyet szerezte meg, míg a serdülő csapatunk a megyei bajnokságban, a U16-os korosztályban a 2. helyet szerezte meg. 2004-ben még az NB3 Tisza csoportjának 4. helyén zárta a bajnokságot a Vásárosnemény, aztán megszűnt a nagypályás foci, sőt még a pálya is a városban. Az elmúlt években viszont ismét megpezsgyült a futballélet Naményban. Meg kell, hogy említsem a foci kapcsán a Gergely Gornyai csapatot is, hiszen a volt Vásárosnemény esélyből kiöregedett ifisták olyat produkáltak, ami megsüvegelendő, hiszen a megyei harmadosztályi bajnokságot megnyerték, és jövőre a megyei illetve most már idén a megyei másodosztályban folytathatják majd a küzdelmeket. Így Vásárosnemény nem csak a vizek városa, hanem elmondhatjuk, hogy a foci kis fellegvára is. Vitkában megyei harmadosztályi csapatunk van, Gergely-Gornyán megyei másodosztályi csapatunk van, és itt bent Vásárosnemény pedig megyei első osztályú felnőtt foci csapattal büszkélkedhetünk. A Vásárosneményi csapat július közepén kezdi el a felkészülést, a cél pedig egy, a legutóbbi izgalmaktól mentes idény, amelyet a középmezőnyben szeretne zárni az együttes.